én úgy éreztem, hogy volt valami olyan dolog, hogy kölcsönös tisztelet is volt, és ez mindig fontos egy barátságnál, mert csak úgy lehet barátságról beszélni. Itt nem elsősorban alárendelt vagy felérendelt szerepről van szó, mert mindenki tudta, és én is nagyon jól tudtam azt a sokrétű képességét, amit ő mindig megmutatott, és azt nagyon is becsültem mind a mai napig, és kívánom azt, hogy a mai zeneélet szereplői is ugyanilyen aktívan és közvetlenül beszéljenek zenéről egymás között, és ne zárkózzanak el a négy fal közé, mert sajnos ezt is érzi az ember. Mert az őszinte, ami spontán kijött, azt mondta ő. Zenéről, egyebekről épp úgy. Hát aztán valaki megsértődhet, vagy nem sértődik meg, az mindenkinek a maga dolga. Vagy túllép azon, és rájön, hogy igen, igaza volt. Igen, sokszor.